Győzni utazott és győzött is Kecskeméten a nyíregyházi kosársuli. Az első negyedet 5 ponttal nyerték a vendégek, akik a második 10 percben újabb 9 ponttal fejelték meg előnyüket. A második félidőben sem változott a játék képe, az NKS magabiztosan játszott, 6, illetve 13 ponttal nyerték meg a harmadik és a negyedik negyedet Farkasinszky Gyuláné tanítványai. Végül 33 pontos vendégsiker született a kakaskodásoktól sem mentes találkozón. Ez egy percig nem volt kérdés, ezt a mérkőzést meg fogjuk nyerni. Az volt a kérdés, hogy végül is mennyi lesz közte a különbség, meg hogy Isten igazából, tehát nyugodt körülmények közt le lehet zárni majd az egészet. Arra jó volt egyébként, hogy gyakoroltuk a különböző védekezési formákat, tehát amúgy a következő mérkőzésekre esetleg majd hasznos lehet. Megpróbáltuk megoldani az, hogy egy-egy ilyen védekezés hogy lehet megoldani. Úgyhogy minden játékos, aki a labdát kapott, az vagy három pontos dobott, vagy betörésből egy-egyben megoldotta. Tehát ott olyanok, hogy mit tudom, hogy kiosztások még ennek nem nagyon voltak. Én azt hiszem, ennek a mérkőzésnek az a lényeg, hogy túléltük. Úgyhogy nem volt se botrány a pályán, se a nézőtéren, aztán egészségesen éppen hazaérkeztünk. A nyíregyháziak centere a 25 pontot szerző Farkasinszky orvosa szerint a hazai játékosok miatt lett feszült hangulatú a mérkőzés. Nagyon sok fiatal volt a Kecskemétben is, ami nem gondolnám, hogy indokolná azt a viselkedést, amit ők a hazai pályán produkáltak. Estek, keltek, színészkedtek, bármilyenféle fajta ütközés történt, abból ők összeestek. Nyilván ez ugye a közönség pártolta őket maximálisan, úgyhogy nem volt egy kellemes hangulatú mérkőzés. Én nem nagyon szeretem az ilyeneket, megmondom őszintén, ha jobb egy csapat nyilván nyerjen, megmenjünk oda keményen. Tehát ha ők kemények, akkor ne csodálkozzanak azon, hogyha ugyanazt a keménységet kapják vissza. A keleti csoport tabellájának élén a Vasas Akadémia áll 7 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Szegedet és nyíregyházi kosársulit. Az NKS szombaton az év utolsó bajnoki meccsén a MAFC-ot fogadja.